Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, és beszéljünk egy kicsit a Form 1-ről. A Bakui verseny hétvége kettő napja volt, és nem csináltam róla egyből videót, mert érzékeny témákat fogunk ma érinteni, és egy kicsit gondolkodnom kellett, meg lehet, hogy megfelelési kényszerem van, de érdekelt az, az emberek véleménye is bizonyos dolgokról, szóval olvasgattam kommenteket és természetesen szakértői véleményeket. Nem tervezem ezt egy túlságosan hosszú videóra, de mindenképpen lényegre törő lesz, szóval igazán hálás lennék, hogyha végignéznéd, és ha utána van kedved, akkor írd a kommentet, mert természetesen, ahogy már említettem, azt is elolvasom, és nagyon örülök, hogy egy ilyen fantasztikus Form közösségé alakul át ez a csatorna. Ne szaporítsuk tovább a szót, amiről beszélni fogok a Carlos Sainz és Sergio Perez ütközése, mert ez eléggé fekete-fehér, sokkal fekete-fehérebb, mint az emberek gondolják, de senki nem igazán mondja ki, hogy ki a valódi hibás, és csak azért, mert mindkettő versenyző kiesett, az FIA is letudta egy verseny balesetnek ami nem feltétlenül volt rossz döntés így a körülmények tudatában, mert a következő hétvégére szerintem senki nem érdemelne büntetést emiatt, akkor mindenki félne versenyezni. Én nem vagyok a híve a szigorú bíráskodásnak, mert annak csak a nézők isszák meg a levét, és beszélnék egy kicsit a McLaren hátsó szány trükkéről is. Az első is hajlik, de a hátsó a leglátványosabb, és arra konkrét számok vannak, hogy miért, hogyan és mennyi időt nyerhetnek ezzel körönként? Szóval kezdjük a Perez és a Science esettel. Ugye minden ott kezdődött, hogy. Lökler támadta piaszlét az egész versenyen keresztül, és a turbulens levegőben annyit kezdett el csúszkálni a ferrari hogy túlhevítette és elkoptatta a hátsó gumiait, ezért az utolsó körökben a tempója nagyon visszaesett, és Sergio Perez, aki végig a harmadik helyen ücsörgött és mozizott, támadásba lendült a hosszú egyenesben a Red Bull versenyzője nyithatta az állítható hátsó szárnyat, addig utazott a szélárnyékba, ameddig csak tudott, és aztán Lökler védte a belső évet, és Perez kívülről támadta meg a monokói versenyzőt. Már Perez támadása közben is látszik, és ezt lassítva, tudom, kicsit zavaróan akadozva látjátok, hogy próbálja befele terelni a Ferrari versenyzőjét, mert belül korábban kell fékezni, kevésbé tapad a pálya, porosabb az ív, ugye Ricardo és Max Verstappen is így ütközött össze, azt hiszem talán 2018-ban, de Lökler tökéletesen pozícionálta az autóját, és el tudta azt érni még erről a kompromizált ívről is, hogy a csúcsponton Perez mellett volt egy teljes autóval, és amikor ez megtörténik, akkor a belső versenyző szabadon kihasználhatja az ideális hívet, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a másik elől elfogy a pálya, sóderbe fut, bukótérbe, fűbe, falba, teljesen mindegy, ilyenkor ez nem a belső versenyző felelőssége. Amúgy ez az a szabály, amit gyönyörűen használ ki Max Verstappen az olyan esetekben, mint 2021 Spanyolország, Imola, Hamilton ellen, amikor pont a, csúcsponton már kiharcolja magának ezt a pozíciót, majd szabadon büntetlenül gyakorlatilag kiterelhette a hétszeres világbajnokat a pályáról, ezt nagyon sokan nem szerették, amúgy Lökler ellen is ezt csinálta a legutóbbi austin futamon, ahol majd két verseny hétvégén belül verseny ez a Forma 1, és oda érkeznek a Red Bull újítások, de ne kanyarodjunk el ennyire, Perez tudja szintén ezt a szabályt, amit nem csak én találok ki, éppen ezért kihátrál a manőverből, látja, hogy elfogy előle az út, de ilyenkor nevető harmadikként a negyedik helyen e, lévő Carlos Sainz érkezik meg egy sokkal jobb kigyorsítással, és ő annyira jól gyorsított ki, hogy Perez ellen konkrétan megszerezte teljes mértékben a pozíciót a kettes kanyarhoz érve, de még Lökler szélárnyékából is olyan lendületre tetszert ezen a rövid a szakaszon, hogy a monakói versenyző pozíciójára is rápályázott, és egy nagyon szerencsétlen külsíves manőverrel próbálkozott. Perez, ez, aki csak normálisan érintve a csúcspontot ment, ezért újra a kanyar kiáraton a részben Sainz mellé ért, és itt kezdődött el a bal. Sainz ugyanis a fal mellett gyorsított ki, természetesen a pálya teljes teredelmét kihasználva a legoptimálisabb bevenni egy kanyart, ezért centizgetik a versenyzők a falakat az időmérő edzéseken is, és a verseny kulcs pillanataiban is, de utána nem természetes viszont az, hogy a fal mellett pár centire, vagy akár csak egy-két méterre is végig utazod az egész egyenest. Lökler Sainz előtt senkitől sem zavartatva elkezdett húzódni az egyenes közepe felé, még egy időmérő edzésen is ez a szokás, ez az ideális hív, hogy kanyarban mész faltól a falig, aztán a egyenes szakaszokba középre húzott és aztán utána ki terheled az autót újra az ideális hívre, is Sainz igazából Lökler ezen mozgását követte le, mert szerette volna a szélárnyékot természetesen a csapattársától, de ezt a szélárnyékot Perez is szerette volna. Ezen a ponton mindkét versenyző nyithatta az állítható hátsó szárnyat, ugyanis az érzékelési ponton mindkét versenyző Charles Lecler mögött volt. Amit Sainz csinált, az valóban mozgás volt Perez felé, de abszolút nem volt kontrollálatlan, és itt oszlanak meg igazán a vélemények. Ugyanis Perez egyenesen ment. De a helyzet az az, hogy a szabálykönyvbe sehol nincsen leírva, hogy egy egyenesben neked egyenesen kell menned, és ha egyenesen mész, ha neked jönnek, a másik a hibás. Ilyen nem létezik. Az létezik, hogy aki előrébb van, ő irányíthatja az ívet, azt csinál, amit akar, aki előrébb van, neki kell meghagynia az egyautónyi helyet, és Pereznek bőven több volt, mint egyautónyi hely a kontakt pillanatában, a pálya egész balfele rendelkezésre állt. Sainz egy ugyanolyan terelést próbált meg, amit megcsinált Piastri Löklerrel, amikor bevetődött a belsíven, a monokói aláfordult volna, és beterelte a Ferrari versenyzőit, aztán egészen a porba, hogy onnan ne tudja kifékezni a kettes kanyar féktávján. Norris ezt csinálta a spanyol rajtnál, Verstappen ellen, és azzal is csak az volt a probléma, hogy a fűig vitte a hollandot, azon kívül nem volt ezzel semmi gond. Az ilyen terelést hétről hétre látjuk, és ez rendben van, mert amikor hátul vagy, egy ilyen egyenesben való ütközés általában a te felelősséged. Nagyon sokan írták, hogy de science ott volt a hely, Perez csak egyenesen ment, Perez csak meghagyta science a helyet. Pereznek nincsenek jogai. Perez nem dönti el, hogy ő mennyi helyet hagy meg Sainznak, Perez nem irányíthatja hátulról a Sainzot. Elég furcsa lenne az, hogy Sainz nézi a tükröt, hogy Perez hova dugja oda az orrát, és majd a tükör alapján pozícionálja magát az egyenesben. Ilyen nincsen. Sainznak nincs is direkt rálátása Perez autójára, éppen ezért az egyetlen felelőssége, hogyha tudja, hogy ott van, meghagyja neki a megfelelő helyet, és kiszámíthatóan viselkedjen, de itt ő az irányító fél. És Perezt áldozatként hozzuk be, mert végre Ferstappen előtt volt, rengeteg futamóta újra felállhatott volna a dobogóra, és mindenki úgy ítéli meg, hogy Sainz miatt kiesett a Mexikói, de ez a narratíva ne meg minket. Gondoljuk bele Sainz perspektívába magunkat, hogy ő csak megy, az ideális híven elő van, nincsenki a direkt látóhatárán belül, követi Löklert, és egyszer csak megütik hátulról, mert hátulról ütik meg, és ahogy a két forgó kerék összeakadt, irányíthatatlanná vált a Ferrari, befordult keresztbe, Perez elkezdte tolni, és a falban kötöttek ki mindketten. Szóval ketten kiestek, versenybaleset, de ha valaki hibás, az Perez, és ez feketén-fehéren le van írva, és nem csak én mondom ezt, hanem az FIA is konkrétan beleírta a vizsgálás utáni okfejtésébe, és Julian Palmer, akinek az anyagait ebben a videóban is használom, egy fantasztikus elemző videót készített erre az f 1 Azoktól a kommentektől is teljes mértékben kivagyok, a írja, hogy Palmer csak ne pofázzon, sose volt jó Forma 1 pilóta, és én sem pofázzak, mert ugye csak egy játékos vagyok. Két dolgot értsetek meg, Palmer egy hihetetlenül intelligens versenző, aki évek óta szakértőként dolgozik az F1-nek. A tempója és a teljesítménye az nem egyenesen arányos a szabály ismereteivel, és én attól függetlenül, hogy nem egy valós form 1 pilóta vagyok, rendes FIA-s versenybírókkal versenyzem évek óta az F1 Esport világbajnokságon, ahol a rendes Forma 1 szabálykönyv vonatkozik ránk is, szóval higgyétek el, sokat tanulmányoztam és ismertem, többet, mint itt bármely kommentelő. Térjünk, ezt rá a McLaren hátsó szárnyára nem is vagyok hajlandó többet beszélni erről az incidensről, meg sose fog erről megváltozni a véleményem, és nagyon kiakaszt az, hogy mennyien Science ellen fordultak csak az aktuális narratíva szerint. McLaren, hátsó szárny. Szétestem, mert felhúztam magam, szenvedélyes vagyok, sajnálom. A helyzet az az, hogy mindenki trükközik hajlékony szárnyelemekkel. Olyan nem létezik, hogy egy szárnyelem nem hajlik. Üljetek fel egy repülőre, nem csak azért hajlik így a szárny, mert mi Vizerem meg Ryanair-en utazunk magyarok, hanem azért, mert úgy nem törik el. Ekkor a terheléseket egy merevelem nem tudnak kibírni, ha meg igen, akkor meg több tonnás forma egyes autók köröznének a versenypályán. Az FIA-nak vannak szigorú tesztjei, ahol minden esetben átmegy a McLaren, ha csalnának, akkor nem indulhatnának a versenyen. Emlékezzünk vissza, 2021 Brazília, Lewis Hamilton hátsó szárnya csak egy milliméterrel nagyobb hézagra nyílik, mint a megengedett, egyből kizárják. Ez pontosan így működik ezekkel a technikai mérésekkel is, amikor hivatalos, hitelesített, pontos hidraulikus eszközökkel terhelik az első szárnyelmet, a padló lemez széleit és a hátsó szárnyat is. A Ferrari trükk trükközött hajlékony padlólemezzel 2018-ban a méréseket változtatta meg ilyenkor az FIA, hogy átfogóbbak legyenek, és jobban tudják szimulálni úgymond a pályán történő erőhatásokat. Amikor a Red Bull trükközött az első szárnyal, akkor is a mérést változtatták meg. Most a McLaren egy olyan módot talált, amire egyelőre nem reagál az FIA. És az, hogy ez mennyire igazságos, Arról már egy kicsit más a véleményem, mert ha ezt a Red Bull csinálná, akkor sokkal csúnyább lenne ennek a megítélése. Csalásnak lenne kiáltva különösen a brit médiától, így, hogy a McLaren csinálja a Landon és végre valaki elkaphatja Max Verstappen, így let's go, slay queen, mint a lányok az Instagram komment szekcióban. A helyzet az viszont az, hogy szemmel látszik, hogy kinyílik a McLaren hátsó szárnya nagy tempónál, és ez különösen az olyan versenypályákon, mint Monza, Spa vagy Baku, hihetetlen előny, tizedekben mérhető előny lehet minden egyes körben. Ugyanis ami történik az az, hogy Baku középső szektor nagyon lassú, monakú szerű maximális leszorító erő szükséges, de az első és a harmadik szektor az meg szinte végig padlógáz. És a McLarennek egy ilyen szárnyal az a célja, hogy a kanyargós részen, amikor még nem akkora úgysem a szélterhelés és a légellenállás, csukva van a szárny, maximális leszorító erőt termel, viszont amint a leggyorsabb kanyar tempó felé emelkedik az autó, olyan mennyiségű levegő jut a két szárnyelem közé, hogy egyszerűen kinyitja azt, és onnantól kezdve egy mini DRS-ként funkcionál, és ezt számok is alátámasztják, mert a McLarennek messze a legkisebb a DRS hatékonyság, a konkrétan 6 km per órával nyertek kevesebbet, csukott hátsó képest, nyitott hátsó a Red Bullhoz képest, és 4 km per órával a Ferrarihoz képest, ami nem azt jelenti, hogy a drs rossz, a drs az mindenkinek nagyjából ugyanaz, ugyanaz a hézag mindenki kihasználja a maxot belőle, hanem azt jelenti, hogy a csukott szárnyú hatékonyságuk nagyon jó. Becslések szerint kettő kötőjel 4 km per óra végsebességet javíthat ez a fejlesztés, ami körülbelül olyan, mintha egy hatod DRS-t nyitná ki, és ha vizuálisan ránézem, és elkezdek csak kép alapján kimérni a hézag nagyságát, akkor amúgy körülbelül ilyen 1-6 DRS-nek is tűnik. Szóval jelen esetben a McLaren hátsó szárnya az pont az, aminek látszik, és egyelőre a mérések szerint nem szabálytalan, az FIA nem reagál erre, és a riválisok egyre mérgesebbek, de teljes mértékben szembevegy az aerodinamikai direktíváknak a szellemiségével. Mert ugye mindig ezzel szoktak érvelni. A szellemiség, az elhajlás, a strukturális uh, egység és fizikai törvények része, de a szándékos, aktív aerodinamikává manipulálása bizonyos terhelés alatt az adott szárnyelemeknek sosem volt szabályos. Viszont így a költségvetési plafon ideje alatt egy kicsit kevésbé monitorozza talán ezt az FIA, pont azért, mert ez egy nagyon komoly tudomány és nagyon-nagyon drága. És régen a nagy csapatok akár 100 millió eurókat elkölthettek arra, hogy minden egyes pályára a leggyorsabb kanyarhoz és a hosszú egyenesekre specifikált különböző terheltségű szárnyakat hozzanak. A McLarennek ugye nem így működik, de vakuban most tökéletesen működött gyakorlatilag az, ami volt. Ez egy olyan fejlesztés, amiben nem érdemes azért ennyire mélyen belemenni valószínűleg, és éppen ezért talán engedékenyebb az FIA, régen a kis csapatok és a nagy csapatok között ebben a tudományban hatalmas különbség volt, de természetesen szerintem most sem szeretné senki, hogy valaki egy ilyennel távolodjon el, láthatatlanul, behozhatatlanul az ellenfelektől. Az olyan pályákon, mint Zandvoort, Hungaroring, ahol az egyenesek nem is sokkal gyorsabbak, mint a leggyorsabb kanyarok, beszélhetünk akár Szingapurról is, ahol a héten verseny az a Forma 1, maga a szárny nem jelent akkor előnt is, ezeken a pályákon is megmutatja a McLaren, hogy egy zseniális autó, szóval csak erre mutogatni az előnyük miatt szerintem szintén felelőtlen lenne. De ez történik most a hátsó szárnyal, és valami hasonló történik, csak nem ilyen látványosan az első szárnyal is, és a többiek idén reagálni fognak, jövőre viszont még szigorúbbak lesznek, és akár még nagyobb terhelésűek a mérések. Szóval ilyenkor egy kicsit igazságtalan helyzetben vannak az ellenfél csapatok, ugyanis ha elkezdenek fejleszteni ebbe az irányba, azt mindössze az év utolsó versenyhét végén használhatják fel, ami viszont feleslegesen elköltött pénz. Szóval a McLarennek idén ez az előnye valószínűleg a legtöbbekhez képest meg lesz. A Red Bulltól talán látom, hogy egy kicsit kísérleteznek ezzel kapcsolatban, mert muszáj nekik minden pont számít Max Verstappennek. Még mindig sokkal szorosabb ez a bajnokság, mint ami kívülről látszik. Ha Szingapurban ugyanilyen rosszul teljesít a Red Bull, mint tavaly, és Norris mondjuk megnyeri a futamot, akkor akár 20 pontot is hozhat a brit, a holland versenyzőn. Nagyon izgalmas, és remélem, hogy tájékoztató jellegű volt ez a videó, és remélem, hogy itt vannak azok a fanatikusok, akik mindent érteni akarnak, mert ez a matek a baleset mögött, és ez a matek a szány mögött, amit az onboard felvételek, a GPS adatok, és a telemetria is igazol, és aki szívesen e, jobban utána járna a dolgoknak, az az F1 TV pro előfizet, és a live stb. minden adat rendelkezésre áll, és akkor így végezhet ehhez hasonló összehasonlításokat. Természetesen erről még egy órát tudnék beszélni, mert most csak a felületét szaggattam meg a bizonyos témáknak, és mind a szabályrendszer, például az, hogy hogyan hat a büntetésekre a következmény, aminek nem is kellene, hogy hasson, mind a DRS hatékonyság is sokkal komplexebb, teljes autót átfedő dolog, de ebbe a videóba talán most ennyi fért bele. Én nagyon hálás vagyok, hogy megnézted, Légy szíves, ne felejtsd el megnyomni a lájkot, ha tetszett, és akkor most jöjjön az a komment, amit megbeszéltünk meg természetesen, ha látnád még a csúnya képem, akkor a feliratkozás. Hello!